termetezésére. Tiszafüreden az elmúlt években olyan beruházások zajlanak, amelyek látványosak, amelyek szépek, amelyeket az ide látogató meg tud csodálni, mondta köszöntő beszédében F. Kovács Sándor. A szolgáltatások működnek, a város működik amellett, hogy épül és szépül, fogalmazott a képviselő. Újvári Imre polgármester szerint az elmúlt 5 évben szinte nem volt olyan stratégiai terület, amellyel ne tudtak volna előrelépni. Tiszafüreden eddig is büszkék lehettünk arra a hulladék gazdálkodásra, amely az NHS Tisza üzemeltetésében és az ő működésükben lebonyolításra került, hangzott el a megnyitón. Nagyon nagy öröm részünkre, hogy itt a térségben is Karcaktól gyakorlatilag egy elérhető távolságra, egy 40 kilométeres távolságra megvalósult ez a beruházás. Nyilván ez a probléma ez nem csak Tiszafüredre korlátozódik, hanem ez a tágabb környezetre is, vagy a tágabb régióra is. Tehát nyilván a karcagi lakosokat is érinteni fogja ez olyan értelemben, hogy a Karcagról sem kell, hogy olyan nagyon messzire elvándoroljon a jövőben ez a fajta hulladék. És nyilván egy elérhető lehetőséget fog biztosítani a karcagi lakosok és a karcagi gazdálkodók számára is az, hogy megfelelő módon a környezeti szempontoknak minden tekintetben megfelelően tudják ártalmatlanítani ezt a hulladékot. A telepet az eső miatt most csak jelképesen mutatta be Vendel Zsolt, az NHS Tisza Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója, majd szalagátvágással felavatták a telepet.